tenyeres egyenes után nézzük a fonák egyenest, ami egyébként nem sokban tér el a tenyeres egyenestől, tulajdonképpen a tükörképe is így, hogy a fonák egyenes technikát átnéztük, így már nem is lesz túl bonyolult. Hasonlóan a kiindul a helyzetet fölvesszük, majd even elindulunk a megfelelő pozícióba, oldalfallal szembe, váll ilyenkor már fönt van, előre terheltük a súlypontunkat, enyhén előre hajoltunk, majd a labdát kartávolságban fogjuk eltalálni, úgyhogy a csuklónkat ugyanúgy még feszesen megtartva, ütés után kivezetjük az ütésünket, majd a kivezetés lendületét kihasználva kitoljuk magunk az ütésből, és hátra kocogással visszatérünk a kiinduló pozíciónkba, ami ugye a T. Közben pedig folyamatosan a labdáról nem vesszük le a szemünket, hanem követjük, hogy hova érkezett a labdánk, ami itt is természetesen ezt a téglalapot behatárolt terület lenne a legmegfelelőbb, ugyancsak a hátsó sarokba fog a labdánk a másodikat pattani, ez lesz a legnehezebb ütés, amit vissza tud adni az ellenfelünk. Itt egy stabil kilépést követően törzs elfordul, vál teljesen hátrain, és abból indítjuk el az ütést. Majd az ütést hosszan kivezetve a kivezetés végén megállítjuk, majd könnyedén visszalépünk a T-pontra. Hasonlóképpen, mint a tenyeres oldalon, megfelelőképpen úgy pozícionálunk, hogy az oldalfallal legyünk szembe, kartávolság legyen a labda ugyanúgy mellettünk. És itt is a felkészítésnél látszik, hogy az ütő szinte függőlegesen áll a kezünkbe, valamint a váll annyira hátra jön, hogy még a törzsünket is minimálisan elfordítja. Ezáltal fogunk tudni még erősebbet ütni, még kontrolláltabbat fonák oldalon, ami szükséges, hiszen ez mindenkinek gyengébb oldala.